Folytatják a székelyudvarhelyi távhőhálózat korszerűsítését. Azt ígérik, az idénre betervezett fejlesztéseknek köszönhetően a város teljes rendszere modern és fenntartható lesz. Dolgoznak a rendszer modernizálásán, a kazánházakat szigetelik, a bennük lévő legalább 40 éves kazánokat, illetve a csőrendszert cserélik. Már csak két fűtőház korszerűsítése van hátra, a szükséges pénzt kormányprogramból teremtette elő a város. A cél azon lakók visszacsalogatása, akik korábban egyéni gázkazános rendszerre váltottak. Jelenleg a közüzemektől a melegvizet több mint 2050 család élvezi, egykor 8000-nél is többen voltak. Az a célunk, hogy a modernizálás fejlesztések eredményeképpen a hálózat megfelelő minőségű szolgáltatást tudjon biztosítani a fogyasztóinknak, és hogyha ehhez társul egy elfogadható ár, akkor versenyképesek tudunk lenni az egyéni hőközpontokkal, és ahogy az elmúlt években már tapasztaltuk, apró lépésekbe, de haladunk a visszacsatlakozás felett. Azok, akik korábban leváltak a távhőrendszerről, úgy tűnik egyelőre fenntartásokkal fogadják a korszerűsítést. Sokkal kevesebbet fizetünk, hiába mondják, hogy nem igaz, mi érezzük a bőrünkön, sokkal-sokkal kevesebbet fizetünk. És akkor van melegünk és melegvízünk, mikor mi akarjuk, nem mikor ők szabályozzák. De vannak olyanok is, akik elégedettek a közüzemek által nyújtott szolgáltatással. Elégedett vagyok a szolgáltatással, jó melegek voltak, kivéve azt a pár napot, hetet, amíg még már lehűlt az idő, és még nem volt bekapcsolva a távfűtés. De azon kívül, amikor be volt kapcsolva, meg voltam elégedve. A városban jelenleg a gázkazánok mellett 5 nagy teljesítményű faőrleménnyel működő kazán állít elő hőenergiát, amelynek lakossági ára 200 lejbe kerül gigakalóriánként.